üdvözlés és irgalmaz és vétel lesz és könyörülj. Az ünnepi könyvhét keretében a Borivárba látogatók is elmélyedhettek a költészet világában vasárnap Bobori Zoltán jóvoltából. A Jósika Miklós díjas költő és író saját köteteiből olvasott fel az érdeklődőknek. Borivár fenntartói tulajdonosai csatlakozni akartak a fehérvári rendezvénysorozathoz, az ünnepi könyvhét rendezvénysorozatához, és tekintettel arra, hogy 1000 szállal kapcsolódom a Bori családhoz és a Borivár nem rokoni, régi-régi barátságok révén, úgyhogy nagy megtiszteltetés volt az, hogy felajánlottak, hogy valamiképpen a Borivár is részt vegyen ebben az ünnepi könyvhéti sorozatban. A Hitvesi Szeretet kápolnájában rendezett eseményen Pálfalvi András költő bevezető gondolatai után Bobori Zoltán a nemrég megjelent Avar című összegző kötetéből olvasott fel kettős előadó és szerzői művész szerepbe lépve. Elérkezett az az idő, amikor az ember olyan korban él, amikor már a lába alatt susogó avar van. De hát még azért remélem, hogy nyílnak még a fákon a virágok. A Vörös Marti Társaság legköszönő elnöke elmondta, mindig saját életéből táplálkozik, a köz- és a magánélet problémáit fogalmazza meg a globalizált világ szürkeségében.